Vilma, kávé, névjegyek, meeting, ismerős bolt megnyitó. Ez a mai nap timelapse-es nap lesz. Menhetteni kókuszos, az szokott helyen. És most megyek és átveszem a friss névjegyeimet, ropogósak. Interrugben beszélgetést folytattam Skype-on keresztül Hollandiával, ahonnan is egy egészen érdekes melót kaptam. Sose folytass interrugben beszélgetést Hollandiával, ha olyan idióta a macskád, mint Dömper. Ugyanis ez a nyomorult valamiért nem bírja elviselni, hogyha nőkkel beszélgetek telefonon, főleg nem angolul. Nem értem, a magyar se érti, az ember nyelvet se érti, semmelyiket. Össze-vissza rohangált, lerugott mindent, megkarmolt, kitépte a fülemből a headsetet, vinnyogott, és ahogy letettem a telefont, megnyugodott. És arra is rájöttem, hogy névjegykártyát nem 250 grammos műnyomóra kell nyomatni, hanem legalább 350-esre. Mindegy, elut a többitől, ez a lényeg, az a lényeg, üss el a többitől. Meg kell különböztetned magad. És most irány a bolt megnyitó. Köszönj, kutya! Köszönj, kutya! Ne kuszolj össze, kérlek, mongoskát! Na, szóval még itt vagyunk a Compaq Headquarters-ben, és megyünk tovább Anna kuzinjának, aki a mostohatest... Nem, ezt mondom! Nem kuzin! Nem! Brother. De nem brother! Stepbrother! Szóval az Anna stepbrotherjének a wife-jához, aki egyébként gyermekének anyja, és aki egyébként belső építész, tervező, formatervező, a Bálint meg nagyon király filmrendező, neki köszönhetitek például a Babaszappan, meg a sportszelet reklámokat. Na most neki a bolt megnyitójára megyünk. Tudtátok követni? Nem, én sem. Jó, 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 jó. Minden irodába kell egy kutya. Irodakutya! Contemporary stuff.